Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig egy nagyon korai része az Ark-nak, a 20. epizód. Már az úgy értettem, hogy korai, hogy nagyon-nagyon reggel van még nekem, úgyhogy nézzétek el a hangomat. Történt velem egymás, miután felragadtam a sziklára. Egyrészt rohadt mérges voltam, másrészt iszonyú mérges voltam, harmadrészt kicseszett mérges voltam. Aztán, ahogy jöttem hazafelé, megláttam a bázison fölött körözni azt a pterodaktiluszt, amelyik pterodont, hogyha jobban tetszik, amelyiket először meglőttem, és mérgembe eleresztettem felé egy lövést. De csak így célzás nélkül így random sátle volt így a levegőbe, hallottam egy koppanást, és láttam, hogy lehullik a lény. És nem fogjátok elhinni. Egy másik pteranodon. Igen. És sikerül szelítenem, igen. És kiderült, hogy húst teszik. Csak rohadt lassan. Úgyhogy... megadjuk neki az esélyt. Gyújtottam így gyorsan egy tüzet, hogy nekem is legyen... némi élelmem. Meg hogy persze, hogy lássam, hogy hol is vagyunk, mert nagyon el van itt veszve a zöldbe. Tehát akkor végül is nem történt akkor a probléma, hogy elvesztettük tegnap azt a terendont. Igazából talán még jobban is jártunk, mert ez közelebb van a bázisunkhoz, mint az előző. Hiszen a bázisunk ott van lent. És egyszerűen csak ide föl kell sétálni, hogyha akarunk tőle valamit. Úgyhogy szerintem még talán jobban is jártunk. Ráadásul itt még nem is láttam sose ragadozókat, úgyhogy talán sikerül majd megszeríteni a drágát. Ami viszont nem tetszik az, hogy 21-es. Mert lehet, hogy rossz felé, rossz irányba van fejlesztve. Igazából abban reménykedek, hogy... eszi a húsit? Nagyon jó, eszi a húsit. Abban reménykedek, hogy gyorsaságra és staminára van fejlesztve, hiszen a repülő dinóknál az a nagy... a repülő lényeknél inkább így mondom, az a nagy probléma, hogy... nézzétek, ott repül még egy... az a nagy probléma, hogy a staminától függ, hogy meddig tud repülni velük. Tehát... ha... kicsi a staminája, akkor ő hamarabb le kell vele szállni, ugyanis stamina nélkül nem tud minket a hátán tartani. És ha pont egy rossz helyen kell leszállni, akkor megszívszük. Úgyhogy rohadtul reménykedem benne, hogy hogy jó staminával rendelkezik a lényünk. És bírni fogja majd a strapát. Ezt meggyújtom, és szerintem elmegyek mi volt. Elmegyek vadászni. Talán még jól is jártunk, hogy nem tudtuk az összes narkoberit bedolgozni narkopornak, hiszen mint mondtam, a narkopornak az előnye az, hogy nem romlik meg. Viszont a sima narkoberi az viszont hatékonyabb kábító eszköz, mint a narkotikum, narkopor. Ő meg itt csak level appol, végre 200 életereje van. Ő is level appol, jaj. Ezt akartam. Be akartam neki nyomni egy... ugye életerő, kitartás, oxigén... moving speed. Egyértelmű moving speed. Gyorsan szétnézek, hogy van-e bármi, amire... szükségem lehetne odakint. Megint beragadtam. Jó, itt nincs semmi. Akkor viszont húsunk sincs. Nem akarom túl sokáig ott hagyni szegénykét. Úgyhogy megyek is vissza már is. Szóval némi húsra lenne szükségünk. Annak érdekében, hogy ne halljon ilyen szerencsétlen. Oh, oh.
És a tábor tűz már segített is minket megtalálni. Van mi kaja? Ó, remek. Azon gondolkodom, hogy legyek annyira merész, hogy megpróbáljam levadászni ezt a trájkot. Nem szeretnék megint fatális hibát elkövetni. Főleg, hogy már be is sötétedett. Fú, alig vártam már, hogy megcsinálhassam ezt a részt. Furcsa, hogy két elkot csinálok egymást után, úgyhogy közben semmi más videót nem csináltam. De mindenféleképpen szerettem volna azonnal folytatni, hiszen már ez is túl sok haladás az én ízlésemnek. Amit nélkületek tettem meg, nem akartam. De annyira tényleg olyan volt, hogy fordultam, anyádat, puff, felé lőttem, és hallottam, hogy csat, és így ránéztem, és puff, és rohadt messziről lőttem, tehát ő majd, hogy nem, hát valahonnan innen, erről a vizes területről lőttem, vagyis a vizes terület fölött repkedett, és én valahonnan onnan lőttem. Tehát valami tényleg ilyen iszonyú lucky hit volt az egész, egyáltalán nem gondoltam volna, hogy sikerül eltalálni. Na, úgy látszik a szerencse, ezúttal mellém szegődött. Hiszen az a kövörragadás az eléggé bal szerencsétlen volt. Igen, ha úgy tetszik, akkor bal szerencsés. Úristen. Na. Ami viszont gond lehet, az az, hogy nem tudom, hogy van-e hozzá nyergem. Pteranodon nyerek kéne nekünk. Apache Raptor, oké. Belzebufo, nem. Trike megvan. Terrormadár. Terrorbird, ez biztos, hogy nem az. Hát nézzük még. Tehát akkor ez nem az. Szöges drót, rettenetes medve, Carbonermix, Pulminus Corpus, Scorpius. Megalaceros, Stego, Doedictrus, Paracer, Diplodocus, Manta, Sarko, Pteranodon, haha, yes. Ó, igen. Nézzük meg, mi kell hozzá. Bőr, rost, kitin, keratin, na, rost van. Bőr, nincs, ennyi nincs legalábbis. Keratin kitin. Hát bármiféle páncélos vagy rovarszerű lényről lehet szerezni. A gond az, hát vagyis gond végül is nincs, mert karbonármiszt kell akkor ölni, tehát technősökre kell majd vadásznom. Igazából nem egy nagy történet. Egy kitinünk már van is. És 70 darab kell hozzá. Kirecsek? Te recseksz? És amúgy is kell hús, úgyhogy szerintem ez nem lesz probléma. Gyártunk néhány könnyű veszőt. Pont egyet. És amint kivilágosodik, lemegyünk és vadászunk néhány karbonermiszt. A part mentén eleget találni belőlük. Rohangál valami. Raptor lenne? Elég nagynak tűnik innen, de lehet, hogy ez csak az optikai csalódás miatt van. Hát, nem hiszem. Úgyhogy megvárjuk a reggelt.
És... megyünk vadászunk némi teknőst. Hú, elég gyorsan lemegy neki az a öntudatlansága. Na hát igen, ehhez lenne jó egy társ. Tehát amíg valaki vigyáz rá, addig a másik vadászhat. Jaj... Hú, bocsánat, de nagyon lábas vagyok. Próbálok évre maradni. Pedig esküszöm izgulok, ezen az első repülődínóm. Mármint ebben a játékban. A másikban már sikerült egy Argentavist is magamival tennem, mikor először játszottam a játékra. De az jóval a játék közepe felé volt, tehát azt a hegyen fogtam el, és a hegyen is volt egy ilyen kis elpusztom. Apropó hegy. Már csak azért is jó, hogy megvan ő. Mert ha elbírom sokáig, hogy felrepülünk a hegyre, akkor leszállok ott a hegyem. Szedek kristályt ugye, amit csak ott lehet találni. Majd visszaszállok, és visszarepülünk. Tehát... mi a fasz volt ez? Ha, az a zöld is jó közel van. Ah, nem annyira, mint gondoltam. Láttátok, mennyire megtévesztő? Még frankon úgy látszik, mintha itt csapódna le mellettem, de nem. Úgyhogy nagyon reménykedem, hogy sikerül elkapni. Elég alacsony a torpóra, látjátok? 264-ig lehet csak fölvinni. Nézzük csak, mozgási sebesség, közel az is sebzés. Kitartás 300, hát nem a legmagasabb. Szerintem életerőre van neki tolva. Meg oxigénre, nem tudom minek az oxigénre, nem fogok vele víz alá menni soha, úgyhogy elég rosszul fejlesztetted. Kicsit közelharci sebzés és új is van rajta. Bozva. Oh-oh. Remélem ízlik a sült hús. Oké, ízlik neki a sült hús. Hát most ebben tudtam pótolni, mert nincsen nyers, de a nyerset jobban szereti, azt tudom. De nem akart, hogy visszacsökkenjen a szeredítése, úgyhogy azért tettem ezt. Jó lenne, ha már kivilágosodna mennék odászni. Az is, az tovább jár. Ah, most kialudt a tüzünk. Kellemetlen. Nézzük csak. Valami éghető. Ah, rostom úgyis van otthon egy csomó. Aha. Csak ez nem éghető. De ki ne találd már, hogy a faros nem ég. Ó, anya. Az se ég. Semmi nem éghető, csak a fa. Szuper. Ez kellemetlen. Az a baj, hogy nem mehetek majd túl messzire tőle. Pont az alacsony szintű torpor miatt. Rapfa? Hét fa ebből a bazin egy fából? Jaj, anyád, megijedtem. Ahaha. Szívem nem bírja ezt. Na. Ecsém, ennyi repked itt mostanság. Na, 12 fa, ez már reálisabb.
Most azt nézem, melyik oldalra lenne érdemesebb elmenni vadászni, oda vagy ide. Itt át kell jönni egy vizen, és úgy kell, itt meg csak le kell menni a hegy oldalról is vadászni. Illetve, hogy arra megyünk majd. Ez az öt hús, ez biztos nem lesz elég a megszeredítéséhez. Marco Berit azt simán tudunk még szerezni, hogy javval nincsen gond. Egy. Full torpor. Király. Ah, és még csak most jön fel a hold. Most megy le. Nézzük csak meg a jó öreg módszerrel. Itt a széle. Most megy le. Nagyon jó. Oké. Addig még húz ki kicsit a sült hús madárka. És aztán már is szerzünk neki egy nyers húst. Elindulok a túloldalra. Ebből is időt spóroljak. És fel van pörgetve neki a torpor maximumra. Na, végülis egész gyorsan el lehet érni. Azt mondja, Parasza úr, az túl gyors. A Pteranodon az túl magasra repül. hol a franc volt? Csomó Karmodermis mászkált itt. Az is egy Parasaur. Az is egy Trike, itt is egy Parasaur. Karmodermis, tökéletes. Mire csak? Headshot. De szívós. És egyes szintű. Egyes szintű, és alig akarom halni. Na végre. Jézus. Menj már innen. Oké, egy kis húsi. Hát tudod, azt nem is érdemes kicsinálni, mert csak az időt húznám vele. Azért a két húsér. A Karmodermis elég jól adta a húst, viszont a kitint azt nem. De szerintem azért nem, mert nem baltával öltem. Mármint, hogy nem baltával dolgoztam fel. Egy baltával könnyebb nyúzni. Na most a húsi az elsődleges volt. Meg is jöttem. Hogy is mint? Negyedre ment. Nyers hússal elvileg gyorsabban megy ez a dolog, mint sült hússal. Már lassan félúton is vagyunk. Ez az. És már mehetünk is tovább. Megnézzük, hogy túloldalt van-e valami állat, amit le lehet vadászni. Nem tudom. Ugye szétnézzük egy kicsit közelebbről.
Fiómiát kéne... Anyád. Fiómiát kéne összeszedni. Annak rohadt sok húsa van. Az olyan, mint az őskori malac. Ó, kis szaggatás. Bevolyózunk. És ha itt vagyunk, akkor a zöld eldropot is magunkéval tesszük szerintem. Remélem lesz benne valami használható. Csoda fények. Dodging like a boss. Oh, paszki. Broken spear like an idiot. Tároló kondér ecset. Ó, ecset. Azt hittem pamat lesz. Ó, van itt karmodermis is. Okéka. Akkor szerintem megkockáztatjuk a dolgot, hogy ne hodásszunk egyet-kettőt. Tarkol lőttelek, öcsém. Hetes szintű. Még jó, hogy én gyors vagy, tesó. Hű. Azért. Na nézzük. Na gyorsan még egyet. Ah, nem látok semmit. Aztán spurizunk vissza a madárkánkhoz. Micsoda fények. Lassan aztán meg kell, hogy javítani a számszeréjünket. Ah, shit. És komoly. Rám agrózott a másik is. Ennyire meg akarsz halni, tesó? Nem csak jó. Szügyön lőttem egy teknőst. Mondhatom magamról. Bocs a csönd miatt, csak próbálok nagyon pontosan célozni. Mert a számszeréjem az hamarosan megsemmisül. És nem akarok elvéteni egyetlen lövést sem. Oké, és most spuri vissza. A dinónkhoz. Remélhetőleg még bírja a torpor. Gyerünk. Skera... Ennyi nem trájk. Skera van. Ó, jaj, ez remélem nem az enyém, ami ott repül. Elég sokat töltött, sok időt töltöttünk itt. Távol tőle. Fú, ha az most elrepült, én nagyon mérges leszek. Újra. Tehát újra mérges leszek nagyon. Hol is van? Valahol itt kell, hogy legyen. Ah, megvan, jó van. Még itt van, szuper. Egy kis hús, egy kis narkó, és királyság is van.
Szuper. Még éppen ide visszaértünk. És még egy kis keratina is szertettünk. Mennyi is kell nekem ahhoz, hogy... meg tudjam gyártani ezt a cuccot. Teronodon nyerek. Hát... sok! Ez még sok karbonermisz lesz. Ez még rohadt sok karbonermisz lesz. Viszont viszonylag könnyű őket levadászni, ez a jó benne. Igazából csak az a gond, hogy szívósak. Basszus. Na, most már az én kajám is elfogyott. Gyorsan hazaugrunk. Ó, végét teknés. Nagyon jó. Azt is elfogjuk. És magamhoz veszem a... jaj. A fémeszközök közül az egyiket. Méghozzá... illetve hol tettem? Várjunk csak. Pillanat. Ja, itt a kábítópor van. Jó. Hol tettem a fémcsákányt? Meg a fém baltát. Hogy ezt nem is sikerült létrehoznom? Ja, hát persze, hát meghaltam. Nem így gondoltam. Ide kéne még fa. Ide még kéne egy kevés fa. Hol is van? Ezt a kevés rostot is bepakoljuk. Szalmát is. Hol vagy? Javítjuk. Biztos, amit tuti. És készítünk... mert ők közelharcival vannak, hogy... aha. Bőr kéne sok. Jó. Oké, szuper. Nagyon jó. Amire nincs szükség, azt letesszük. Még hozzá fönt, hogy legyen neki saját helye. Ugye egyelőre ez a kondér, ez abszolút nem. Nagy tárló sem, és az ecset sem. Van itt egy adag ruha. Az sincs, az se kell nekünk. És most pedig visszanyomulunk. Méghozzá Trájkal, ugyanis elfogyott a pogyónk. Előtte iszunk egyet. Tü-t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 ü
Na és egy level up-ot már oktajátunk is bele. Milyen szép kis álcaszínünk van. Ezzel itt megállunk. Itt meg öles. Anyád! Nem! Oh-oh. Oké, okay. Jaj, de jó, hogy megvédte azt a vatyár mindenit. Most majdnem megszívtuk, srácok. De jó, hogy elhoztam a trájkot, le tudta szedni rólunk a izét. A kis Dodót, vagy Dilót, a kurva száját. Soha nem találkoztam még ide fent izével, Dilóval. És most mégis megtámadta a lényünket, azt a betyár mindenit, mekkora szerencsénk volt. Trike? Ó, nagyon ügyes vagy, ügyes vagy Trident, ügyes, ügyes. Apa kicsit Trident. Kurva, anyád, te kis dög. Nagyon frankó. Ú, de jó, hogy magunkkal hoztuk. Vissza skerázunk gyorsan. Azt a betyár mindenit. El se tudtam volna találni a Dilót. Hát ahogy ütöttem, úgy mellé ütött mindig. Azt a kurva, ú, de jó, hogy magunkkal hoztuk. Amekkor a bal szerencsém volt a kavicssal, meg a sziklá baragadással ezelőtt, olyan nagy szerencsém volt most. Fú, már a fél életreit le is kapta. Azt a kurva élet. De jó, hogy elhoztam. Ezt gyorsan learatjuk itt a susnyást. Már is 70 narkoberink van. Szuper. Oké. Hopp. Nézzük csak. Mit van, atya világ? Százas narkó, két-három gombnyomásra. Ez nagyon zsír. Stoljon neki egy kis moving speedet. Nagyon jó. Tesókám, kifogytál a narkóból? Gyere a dealerhez. Egyni. El is megy oda be. Illetve nem ismer, ezt kiszedjük. Csinálom magunknak sült kaját. Mert fogyóban égni. Meddig megy föl neki a kábulat? Ha elég nagy, akkor mi remények megölöm azt a teknőst ott a bázisom előtt. Közben gyorsan hidratálódtam. Kis hűvös almalé. Őt itt hagyom. Már csak azért is, mert ezek szerint remekül tud vigyázni a kisebb dögökkel szemben. És megyek levadászom a teknőst. Gyere csak! És kipróbálom rajta az acélbaltát, hogy mennyire jól szedi róla a kitint, keratint. Elég szívós, még akkor is, ha fejét lövi az ember. Hát ez szép. Értem, hogy páncélos, de azért na. Mondja, hogy egy. Lássuk. Aha. Már is máshogy muzsikál. Az igen. Trident. De örülök, hogy magammal hoztalak. Azt a rohadt élet. Látjátok az életerét? Félig van. Kis köcsög lezavált róla. De... Fú. Jó mérkes lettem volna, hogyha megint megeszik.
Megint elveszítem. Elvileg most már nincs is más dolgunk, csak kivárni. És majd kell még vadászni néhány teknőst. Megnézzük, hogy a túloldalt van-e még. Hát a látótávon belül nincs. Az biztos. Ajaj. Hát akkor ezt majd csak akkor fogjuk megejteni, hogyha már hazavittük a teranodonunkat. Most már nagyon eltávolodni nem akarok tőle, hogy meglegyen a... meglegyen a dosszié. Azt hiszem arra a partra fogok majd menni vadászni. Ott elég sok teknős volt és elég nyílt a terep ahhoz, hogy ne történjen semmi baj. Na, Teranodon? Ennyim leszel ma még? Bocs, hogy trappolást hallottok, akkor a kis macska rohangál mögöttem. Nézzük csak, hogy mennyi fémet tudok ebből kinyerni. Hát nem sokat. Zérost. Hát... úgy látszik, a hegyre kell majd menni. De mivel lesz repülő dínom, ezért ez most már könnyebben megoldható. Hát nem is ad fémet egyáltalán. Most már értitek, hogy milyen sokáig tartott ezt a sok fémet összeszedni. Anélkül, hogy a hegyre tudnék menni. Hopp, egy fém. Gyerünk, Pteranodon! Mi legyen a neve? Mivel pont hajnalodott... illetve hajnalodott, de hogy hajnalodott. Pont úgy lőttem, hogy szemembe sütött a nap, ezért... hát Sunny már nem lehet, mert az van. De Dawn még lehet. Hajnal... esetleg. Vagy Flare, úgyis narancssárga. És pont a szemembe sütött a Sunflare, mikor lőttem. Úgyhogy Flare lesz. Egy flare. A neve... melegünk van? Mit a? Kéne elgyártani egy kardot is, de olyan rohadt sok fém kell hozzá, hogy nincsen éppen elegendő. Nézzétek a kis pimaszt. Ott van még egy Teranodon. Thank you.
Öcsém, egy pillanatokat telepakolja magát bogyóval. Hihetetlen. Akkor képzelem, hogy ez Stegosaurus. Vagy nem Stego, hanem Brontosaurus milyen gyorsan tele lesz. Akkor suhint egyet és a fél erdőt kivágja. Na, gyerünk már. Elég sok narkoberimbe belekerül ez a madárka, remélem sokáig megmarad. Ott egy karbó! Nem akarok messzire menni a dosszié miatt. Szeretném, ha meg lenne. Tetszik a parázs effekt a tűzön, hogy elfújja a szél őket. Királyul néz ki. Kis utánpótlás a tűzre, ha még esetleg itt kéne maradni. Már lassan lehet festéket is készíteni. Az még egy érdekes történet, de kéne hozzá néhány bőr, ilyen víz, vizes tasak. De előn süt le a nap, és rohadt meleg van. Hogy megváltozott az egész háttérszín. Tök jó. Na, gyerünk már. Nem érünk rá egész nap. Illetve te ráérsz, már csak itt fekszel, de nekem viszont dolgom lenne. Jó, és már így is elég hosszúra nyúlt a videó. És nagyon korán is van. Szerintem ezt befejezem és vissza is fekszek aludni. Jaj, na, gyerünk. Gyerünk. Működj. Milyen jó kis tarajod van. Nagyon punk rock. Ó, nem ugrálok sziklán, nem én, nem én. Soha többet nem ugrok sziklára. Tűzet azt ki is oltjuk, szerintem többen nem lesz rá szükségünk. Jej! Király. És az lesz a neve, hogy Flare. Juhú! Vándorlás és párosodás engedélyezése. Miért kéne, hogy ő vándoroljon és párosodjon? Nézzük csak. Azt mondja, hogy közepes, jó. Oké. Na most szépen fölülünk, és elindulunk, és ő pedig követni fog. Ugye? Ó, igen, nagyon jó. Szuper. Hazaparkoljuk, szépen leparkírozzuk a védelembe, ott a kerítések közé. Kerítés falak közé. Na, Oviraptor tűnj innen, még mielőtt ellenségnek nézlek. De párásolunk szépen. Prom, prom. Most nézem csak, hogy a tetőt, amit leraktam, ferdén raktam le. Itt három, jobbra néz, három, balra néz. Nem baj, ez legyen a legnagyobb problémám. Én.
Kös... Követési távolság. Gyenge, követési távolság. Rászállt a fejemre, legalacsonyabb. Követési táv. Jó, most a földön van. Most itt is maradsz, ugye? Remélem. Így, né? Ajtó becsuk. És ennyi fér bele az a mai epizódba. Remélem tetszett. Ez egy sikeres szeletítés volt, hála Istennek. Nem kellett vele sokat bajlódni. Örülök is neki, rendesen, higgyétek el. Nézzük, van-e még Sunny-nál egy kis kaja. Ha nem, Sunny maradsz. A tárhelyet akartam megnézni, drágaságos. Ó, nálam még van kaja, jó. Nála is van elegendő, nála meg aztán több, mint elegendő. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem a következő részben is ezt néztek, ahol is gigantikus, orbitális, globális teknős vadászatra indulunk, hogy elég kreatinunk legyen a nyerekhez. Remélem velem tartotok akkor is, addig is kitartás, kimenek nektek, srácok, és egy sziasztok. Is ilyen társul meg.